Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Ez itt a Doperatív, benne a törzs feje, Laci király. Az igazi Dopman TV adásában. Kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel a Dopman TV-nek a YouTube csatornájára. Lájkolja és diszlájkolja, illetve kommentelje annak a tartalmait, ízlése vagy ízléstelensége szerint. A kis harangra mindenképpen nyomja rá. Aztán van Patreon oldalam, ott lehet támogatni, patreon.com, az igazi Dopman TV. Az oda beérkező jövedelmek felét eljótékonykodom. A jótékonysággal adja át a gyermekétkeztetési alapítványt és a gondoskodás gyermekeinkért alapítványokat. Támogatom, ezeket megtaláljátok az interneten, úgyhogy közvetlenül is segíthettek a működésükben. Aztán fönn vagyok a Twitteren, az Instagramon, ott feltétlenül kövessetek be, az nagyon menő dolog mostában. Fönn vagyok a Redditen, és van egy külön bejáratú Dope Viber Mafiám. Ugye oda is be lehet csatlakozni, az egy ilyen zárt körű beszélgetés. Aztán próbálkozom az OnlyFans-el, de oda még nem engedtek be. Nem tudom miért. Közben üdvözlöm a rengeteg nézőt, aki ide érkezik. Nem terveztem ma este live-ozni itt, mert takarítani akartam, meg szöveget írni, és kimosni az edzőruháimat, mert már annyit edzettem, hogy az összes szét van izzadva, és rohad a szennyes kosár, de reggel óta kapom a linkeket, amik először a napi.hu cikkét tárták elém, aztán pedig után láttam, hogy a heti világgazdaság is átvette a cikket, a hvg.hu, tehát úgy néz ki, hogy az egész idézőjelbe vett független sajtó a mai napon velem van elfoglalva, és hát itt vagyok a világ tetején, a nézettség csúcsán. Nem tudom, ki olvasta közületek a cikket, biztos sokan vannak, hiszen a követők, rajongók, barátok és ismerősök közül nagyon sokan tájékoztattak arról, hogy ez a cikk megjelent. A napi.hu, ami az Index alatt működő gazdasági szájt, és legjobb tudomásom szerint egy klubrádiós munkatárs által főszerkesztőként jegyzett oldal, úgymond a pénzügyi tevékenységemet vette górcső alá, tehát a dophitel.hu-nak a működésével foglalkoztak, és erről írtak egy ilyen vitriolos cikket is, ami hát mondjuk úgy, hogy egyrészt nagyon keményen hitelrontó, másrészt pedig mondjuk kemény módon üzleti kárt is okozó újságcikk. Nem mondom, próbálkoztak némi nemű oknyomozással, tehát fölhívták a telefonszámainkat, és érdeklődtek utánunk az összes felügyelő szervnél is, ahol ugye azokat a válaszokat kapták, miszerint minden engedélynek a birtokában vagyok, és az általam működtetett hirdetési módszer sem sért semmilyen olyan szabályt, ami a piacon most meg van határozva, illetve telefonon is beszéltek az üzlettársammal, meg talán velem is, bár nem ismerték meg a hangomat, nem tudom, nem vettem észre, melyikőjük volt az, de az biztos, hogy teljesen korrekt tájékoztatást kaptak. Ennek ellenére hát egy olyan cikket hoztak össze, ami mondjuk úgy, hát egy ilyen karaktergyilkolási kísérletnek betudható, vagy egy ilyen üzletrontott történet, tele van negatív prekoncepcióval, nyilvánvalóan olyan feltételezésekkel, amik egyrészt nem valósak, másrészt pedig rossz indulatúak. A legjobban talán, ami izgatta a fantáziájukat, az a bárlistásoknak
esetlegesen rendelkezésére álló hitelkiváltó és szabad felhasználású hiteltermék. Ez egy kombináció, tehát ennek a miben léte. Meg kell nyugtassam őket egyébként, ilyen van. Tehát tényleg van, majd el is fogom mondani, hogy hogy működik a termék a későbbiekben, mikor rátérek erre, csak tényleg szeretném egy kicsit megvilágítani ezt az egész hitelügyintézést, mert úgy látom, hogy sokak fejében nagy a köd, és egész egyszerűen nem tudnak mihez kezdeni ezzel az egésszel. Tehát kicsit visszamennék a múltba. 2013-ban ugye történt az az ominózus eset, aminek a következtében 3 éven keresztül a bíróságra jártam, tehát ez a szoborügy, amikor is garázdasággal, meg mit tudom, mivel vádolt még az ügyészség, és természetesen elment ez a legfelsőbb bíróság elé is. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy a politika hatalmas befolyással van a magyar kultúrára, szórakoztatóiparra, és az egész hétköznapi létre is, hogyha nagy hatással akar lenni. Hát én megéreztem ezt a hatást, tehát okos lázadóként, okos Tupakként, nem Tupakhoz hasonló karriert futottam be, hanem szépen lassan ellehetetlenedtek ezek a szórakoztatóipari történeteim, tehát nem hívtak fesztiválokra, nem hívtak kereskedelmi tévékbe, stb. Stb. Na most ami a lényege, hogy én ezt igazából köszönöm szépen a rezsimnek is, meg úgy általában a fesztiváloknak és a rádióknak, akik nem játszották tovább a dalaimat. Én nagyon köszönöm ezt nekik, megtanítottak arra, hogy van élet a halál után, van élet az élet után, és megfelelő felfogása és hozzáállással mindenen változtatni lehet. Azt mindenféleképpen tudtam, hogy nekem valamilyen módon lábakat kell eresztenem, mert itt a közeljövőben nem fognak túl sok műsorban meghívni, tehát a TV2 az automatikusan ausz. Éppen előtte tárgyaltak az Édes Életbe, akartak minket hívni az öcsémmel, ennek következtében ez meghiúsult, tényleg mindenhonnan kiraktak minket. Tehát mint a randalizó rossz gyereket. Na most azt viszont tudtam, hogy van egy elég nagy népszerűségem, tehát tulajdonképpen azért valljuk be, lehet, hogy nem az én videoklipjeim a legnézettebbek ma Magyarországon, lehet, hogy nem engem néznek live-ban a legtöbben, lehet, hogy nem az én Facebook oldalamat követik a legtöbben, elég masszív követő tengerem van, de ennek ellenére vannak nálam sokkal népszerűbbek, ismertebbek ilyen módon, viszont 10 emberből 9 tudja Magyarországon, hogy ki ez a Dope Man, és valamiféle elképzelése van róla. Elmondhatom azt, a sikereim bizonyítják talán, hogy talán a többségnek még szimpatikus is vagyok, lehetséges, hogy némi nemű fintorgással, de azért kamáznak. Erről szól egyébként, erről az élethelyzetről az Így jó című dalom, de nem akarok félre magyarázni, mint a Szijjártó Péter a mai sajtótájékoztatóján, ne fossatok. Tehát rájöttem arra, hogy valamilyen irányba lépni kell, mert a politika nem fog befogadni magába, tehát lehet, hogy ilyen előretolt pajsként tologat majd maga előtt az ellenzék, meg mártírnak jó leszek, de hogy pozícióhoz nem jutok, az biztos, ezt számtalanszor bizonyították. Azóta ezt a fajta motivációmat külön el is veszítettem, hát a kormány oldalnak a jó indulatát pedig mindenféleképpen buktam. Nem is baj ez, mert amúgy se én sose hajtottam be a gerincemet, meg sose adtam a véleményemet, hogyha nem akartam. Tehát ezért is tartok ott, ahol. Tehát azért vagyok még ilyen ismertség mellett is underground, és ezért vagyok talán ennyire kérdéses és megosztó figura. Tehát mindig amellett álltam ki, amivel közösséget tudtam vállalni. És mindig volt velem bennem valamiféle kritika a rendszerrel szembe, de hát ezt már számtalanszor elmondtam, és mindannyian tudjátok. Tehát az a lényeg, hogy gondoltam, hogy valamit kezdeni kell az ismertségem révén, valamerre lépnem kell, tehát valami vállalkozásba bele kell fognom. És hát ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem póthajkereskedéssel foglalkozni.
Hát nem gondoltam volna, hogy sikeres leszek benne, de mikor az első kiló póthajat eladtuk, akkor rájöttem, tehát ezzel a hajjal egy kiló póthajat eladtunk, rájöttem, hogy határa csillagos ég. Tehát megfelelő hozzáállással, szorgalommal, becsületes munkával, normális vállalkozással bármit meg lehet oldani és meg lehet csinálni. Úgyhogy ezt garantáltan megmutatta nekem ez a póthajkereskedési kaland, és azt gondoltam, hogy innentől kezdve bármire belefogok, sikerre tudom vinni. Tehát egész addig én mindig azt hittem, hogy én csak abból tudok megélni, hogy danolászok, zenégetek, tévéműsorba bóckodok, főzök, stb. Csinálom többnyire ezeket a kényszerpályákat, amikhez egy előadó vagy egy celebritás kötve van, és próbálok olyannyira benne maradni, vagy abba az irányba működni, ami számomra még elfogadható. Ez azért látható is a ténykedésem kapcsán, hogy sose vettem részt olyan sztorikba, amikkel nem éreztem közösséget. Most ha szimpatikus vagyok, ha nem. Na mindegy, teltek az évek, működtettük a dobhajkert, ez egy volt póthaj felrakás, hosszabbítás, póthajkereskedelem, voltak nem körmösök, és a többi. Tehát igazi underground reklámmal építettük föl ezt a dolgot, és kurvára ment és működött. Aztán az életemben bekövetkezett egy nagyon fontos találkozás, egy ilyen sarokkő, egy személyes kapcsolatom is kialakult, ami egy szuper jó dolog az én életemben, és ennek a kapcsolatnak a hatására nyitottam az ingatlanozás felé is. Tehát elkezdtünk ingatlanokkal is foglalkozni, erről is készült akkor egyébként újságcikk, természetesen az összes ilyen labban. Na most az a lényeg, csak hogy tudjátok, hogy nem sokára az ingatlanozást is újra be fogom vonni a tevékenységi körömbe, tehát majd lehet minket ezzel kapcsolatban is bizadalommal keresni, és még mindig keresettek minket póthajak miatt is. Tehát az is, az se szűnt meg, az is van. A legjobb minőségű póthaja még mindig mi tudunk szolgálni, és aztán eltelt egy fél év, és ez az én nagyon fontos emberi kapcsolatom, aki számomra sokszor nagyon építő és jó tanácsokat adott az életemben, és nagyon sok mindenben motivált engem. Azt mondta, ő neki már volt hitelügyintézési tapasztalata, és nagyon hosszú ráadásul, és nagyon eredményes, és 2008-as válság után megint kezdett éledezni a hitelpiac. És beszélgettünk valamikor, és azt mondta, hogy miért nem foglalkozol ezzel, Laci? Hát ez az underground reklámozással, meg minden, ez marhára jól menne, meg kurva jól lehetne csinálni. Oké, jó, utána néztünk, tehát akkor itt kezdődik a hitelügyintézés. Elmentem iskolába, oké? Tehát az első számú dolog az volt, hogy megszereztem a szakmát. Tehát levizsgáztam MNB hitelesített vizsgámon, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységből, vagy mit tudom, minek a neve, tehát ebből levizsgáztam. Egyébként a tesztem eredménye az majdnem azt hiszem 98%-os volt az államvizsgán, tehát letettem ezt a vizsgát, megszereztem ahhoz a jogosítványokat, hogy a hitelügyintézéssel tudjak foglalkozni. És akkor ilyen módon vágtam bele cégszerűen ebbe a dologba. Előtte természetesen reklámoztam ilyen tevékenységet, ez sem titok, tehát magával a hitelügyintézéssel szakmai szinten mondhatjuk úgy, nagyjából 3 éve foglalkozom. Tehát amit a napi.hu ma fölfedezett, mint Better Dopen a hitelpiacra, címen, ez már egy 3 éve létező tevékenység, és már az összes szakmai lap írt róla, tehát a pénzcentrum, bankár.hu, mit tudom én, mindegyik írt már erről. Latolgatták a dolgokat, és a többi, és a többi. Na most, amit a vállalkozásról el kell mondjam, mert látom, az se érti teljesen az újságíró, tehát egyébként rémisztő számomra, hogy ez ma Magyarországon az újságírás, hogy nagyjából Satzper kb. Valaminek utána nézek, de semmit nem járok körbe, hogy mi hogy működik, mi hogy lehet, hanem mi direkt ilyen feltételezéseket írok a cikkbe, amivel esetleg a másikat rossz szintben tudom beállítani.
Nincs ezek gond, mert én értem, hogy kattintás kell, uborka szezon van, és úgy látszik erre még mindig jó az én nevem, meg szerintem van ennek másik oka is, de arra majd később kitérek. Tehát, amit el kell mondanom a cégről, hogy érthető legyen, nem vagyok uzsorás, sem pénzkölcsönző, tehát nem kell idegeskedni, nincs akkora vagyonom, hogy én kamatra tudok kiadogatni Magyarországon pénzeket. Tehát sem vagyonom, sem ilyen ZRT-m nincsen, mert annyi vagyonom sincs, hogy olyan ZRT-t csináljak, ami egyébként pénzt tud kiadni Magyarországon ma hivatalosan. Tehát nem én adom ki a pénzt, nem kell görcsölni, nincs ennyi pénzem, hogy én rakhatnék ki pénzt kamatra. Na most, ha mégis ilyet tennék jelen helyzetben, mint uzsorás, akkor a következő történne, az én ismertségem mellett, ugye egy másodperc alatt jelenne meg nálam a rendőrség valamilyen formában, és a nem létező hajamnál fogva, a nyakamig hátra bilincselve a kezemet, basznának be a legmélyebb tömlöcbe, ahonnan a fene se tudja, hogy mikor engednének ki egyáltalán tárgyalásra. Tehát az a lényeg, mert Magyarországon pénzt kiadni nem lehet magánszemélynek, sem vállalkozásnak az egyéb, ugye, állami jogosítványok nélkül. Tehát amivel a dóphitel iroda foglalkozik, a dóphitel vagy dóphitelcentrum, teljesen mindegy, és az amögött álló cég, ami egyébként kiváló adózó plecsnivel van a cég nyilvántartásba, erről elfelejtette írni az újságíró. Tehát amivel mi foglalkozunk, mi kereskedelmi bankoknak és kisebb pénzintézeteknek, tehát ilyen ZRT-knek a termékeit értékesítjük, mint hitelügyintézők. Tehát ez hitelügyintéző iroda, de ezt egyébként rendszeresen el is szoktam mondani, mert hogy még csak véletlenül se legyen félreértés. Tehát az a lényeg, hogy a magyar piacon megtalálható pénzügyi intézeteknek a termékeivel kapcsolatos ügyintézést, illetve portfóliót mondjuk úgy értékesítjük, vagy intézzük, vagy mutatjuk meg azoknak az embereknek a számára, akinek erre szüksége van. Kiknél jövünk mi képbe? Csak hogy az embereket bemutassam, akik hozzánk jönnek. Nyilván az emberek befáradhatnak a bankokhoz is közvetlenül, és megpróbálkozhatnak hitelügyintézéssel. Rengeteg olyan ügy esik el különböző bírálatokon, hiúsul meg, ami igazából esetlegesen működőképes lenne, csak vagy az adott ügyintéző nem eléggé szakértő, vagy nem érdekli az ügy, vagy túl akar lenni a dolgon, vagy magának az ügyfélnek nincs türelme a folyamathoz, nem érti, nem látja át, nem tudja, mit kell beszerezni, elmegy a kedve útközben, tehát szeretné a hitelt, de nem bírja végigcsinálni a folyamatot valamilyen módon. Na most náluk jövünk mi képbe, tehát őnekik segítünk mi az ügyeiket megoldani. Ez nem is kérdés, tehát erről szól egyébként a hitelügyintézés. Semmi különös dolog nincsen ebbe. Illetve vannak olyanok is sokan, akik a bankkal szemben nem táplálnak bizalmat, viszont a hitelügyintéző irodával vagy az arculatával igen, és így módon megnő a hitelt szeretnének, és van bizodalmuk a irodába, és ezért mi velünk mutattatnak ajánlatot, illetve hát mi velünk intéztetik a hitelüket. Tehát ez a lényeg, mi bankokkal és pénzügyi ZRT-kkel dolgozunk együtt. Ugye kitértek itt arra, hogy mi az elesett, szürke megélhetésben lévő embereket keressük, ők a mi célközönségünk, illetve azok, akik a fekete gazdaságban valami ilyesmiről is írogattak össze-vissza. Tehát pont, hogy ez nekünk nem cél, ez a közönség. Egyrészt azért nem cél, mert csak nem hivatalosan tudnák nekünk segíteni. Másik pedig az, hogy
Azért nem cél, mert hivatalosan nem tudunk nekik segíteni, én pedig nem tudok pénzt kölcsönözni. Sem legálisan, sem illegálisan. Oké? Stim. Ugye szóba került az is, hogy a bárlistát, hogy a bárlistásoknak milyen ajánlat van. Na most itt van az örömhírem, tehát azért, mert az újságíró nem végzett megfelelő háttérmunkát, az egy dolog. Ettől függetlenül van egy olyan örömhírem, hogy van bárlistások számára hitelkiváltó hitel, sőt, hát ez egy hitelkiváltó hitel, és egyben egy szabad felhasználású hitel, tehát valamilyen módon egy kombinációja a kettőnek. Tehát van olyan kisebb pénzügyi ZRT, aki ad ilyen hitelt a magyar állampolgároknak, a lakosságnak, MNB engedéllyel. Tehát van ilyen termék a piacon. Na most ez a termék, ez személyi hitel formájában is elérhető volt. Jelen pillanatban pedig nem akarjuk senkinek a házát elvenni, tehát nem akarunk senkit kifosztani, kirabolni, semmi. Ezekkel kapcsolatban is alapvető tévedés van lakosságban különben, majd kicsit a hitelekről is beszélek. Hanem itt ez úgy tud működni jelen helyzetben, hogy mivel most egyébként a bankok csak most éledeznek, és folynak bele újra a hitelezésbe, a hitelezés az pedig egy ország gazdaságának a működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Tehát tudom, hogy itt imád mindenki hányni, meg hörögni tőle, de mégis az emberek nagyobb része hitelre szorul, vagy hitelt szeretne, mert vannak céljai, értelmesek, értelmetlenek, mindegy, ezt a vágyak meg az egyén generálja, és bizony ettől forog a gazdaság. De visszatérve a bárlistás hitelre, tehát ugye amikor az 5,9-es THM-et kihirdették december 31-ig, azonnal be is húzták a fékeket, a moratóriumot kihirdették, azóta moratóriumosokat nem hitelezik, tehát ezt a bárlistás személykiváltó hitelt is visszavonta ez a pénzügyi partnerünk, ez az ERT, viszont továbbra is van ilyen jellegű szolgáltatás aktív bár, negatív bárlistásoknak, aktív kárlistásoknak, nevezzük, hogy akarjuk, de mindez most jelen pillanatban csak ingatlan fedezet, tehát jelzáloghitel, vagy autófedezet bemutatásával tud működni, tehát amikor az ingatlannak egy megfelelő értéket kell képviselnie, minimum 10 millió forintot, illetve az autónak minimum 1 millió forintot, és annak, aki fölveszi a hitelt, kell legyen határozatlan idejű munkaviszonya, minimum 3 hónapos bankszámlára érkező fizetéssel, és hát jó lenne, hogyha 150 ezer forintos nettó fizetés meghaladná a fizetése, illetve nem lenne leterhelve a jövedelme különböző törlesztőkkel, mert az megint nehezíti az ügyet, és a tartozása természetesen beleférjen abba az összegbe, amit az ingatlan mellett hitelként fölvehet. Az ingatlanokat általában úgy az ingatlan értékének 30-50%-a között hitelezik. Tehát ilyen hitelkiváltó hitel, ami egyben szabad felhasználású is lehet, ha van fennmaradó összeg a folyósított pénzből, ilyen valóban van negatív KHR listán szereplő emberek számára, és amíg ez a termék elérhető, addig természetes, hogy egy hitelügyintéző iroda, hogyha ennek tudomásában van, ugye a többes ügynökén keresztül partneri kapcsolatban van az adott pénzintézettel, akkor természetes, hogy értékesíti. Na most mi senkit nem akarunk kiforgatni, senkit nem szeretnénk, hogy eladósodjon, és senkit nem szeretnénk, hogy pórul járjon. Még valamit szeretnék mondani. Senkinek nem rakja a fejéhez a pisztolyt senki, hogy vegyen föl hitelt a bankba, ezt én sem teszem. Tehát szeretném, nem mondom, hogy kikérni magamnak, nyilván gangster rapper vagyok, de mégiscsak szeretném azt mondani, hogy a gangster hitelügyintéző az jelen helyzetben nem megfelelő titulus nekem, és nagyon-nagyon hitelrontó, és egyébként kellemetlen mind rám nézve, mind a vállalkozásomra nézve, mind a családomra nézve, van nekem gyerekem, vannak rokonaim, tehát ezt szeretném kikérni. Van nekem egy zenei tevékenységem,
amit nevezhetünk gangsterepnek, bár ennek is volt már evolúciója, tehát tudjuk azt, hogy manapság inkább, mint közéleti figura tevékenykedek, és közben sikerült lediplomáznom a tankapuja buddhista főiskolán, tehát egyben buddhista tanító is vagyok. Tehát nyilván ebben is volt egy evolúcióm, de ha valakinek a számára gangster rapper vagyok, ezzel semmi probléma nincs, és nyilván nem is vagyok rózsalovag, tehát nem várom el senkitől, hogy engem valamiféle kisangyal szerepbe képzeljen be, de az üzleti tevékenységem ettől függetlenül ettől teljesen külön lábon áll, és egy teljesen más platformon van. És nyilvánvaló, és értem azt, hogy az ismertségemre épít, de ettől függetlenül ez a szó összetétel, ez nekem hatalmas üzleti kárt, bizalomvesztést ad, ugye bizalom hiányt okoz, és mindenféleképpen hátrább mozdít. Ráadásul olyan élethelyzetet alakít ki nálam, amivel megnehezíti a tevékenységemet, a tevékenységem nehezülése során, pedig ugye elnehezednek, tehát az élet feltételeim fenntartásai, nekem is van gyerekem, családom, és a többi. Tehát azért ezt érdemes szem előtt tartani, hogyha már valaki minden áron valami leleplező cikket vél írni, és azt gondolja, hogy most megfogta a nagyfogást a napi.hu-n, az Index mellett, illetve a HVG-n ezt gondolkodás nélkül átposztolják. Ami a bajom még, hogy talán elsőnek engem kellett volna megkérdezni, tehát én örülök neki, hogyha fölhívnak névtelenül telefonon vagy kamu álnéven, és akkor érdeklődnek, de lehetséges, hogyha írnak rólam egy cikket, feltételezésekkel teli, ugyan már engem is meg kéne kérdezni arról, hogy mi az, amivel foglalkozom, mennyire fedi ez a rapperségemet, mennyire van köze bármiféle olyan tevékenységhez, ami nem legális, nem működőképes, nem jó működő. De azt azért mindenki tudja, hogy a pénzpiacon, és ezt az Orbánéknak megint a javára kell írnom, sajnos, én a hírekből, amikor még nem volt közöm a pénzpiachoz, ha tudtam volna, a fejemet fogom most, hogy nem csináltam, a Gyurcsány érába ez nagyon jól lehetett csinálni. És iszonyú pénzeket lehetett keresni emberek lehúzásával, tehát sajnálom, hogy nem akkor vágtam bele, hát én az Orbán kormány javára írom, hogy ez egy nagyon keményen felügyelt, és egy nagyon szigorúan monitorozott, és nagyon keményen ellenőrzött szakma lett. Tehát nehogy azt higgye bárki is, hogy ez egy virágvasárnapi körmenet a hitelügyintéző irodának, vagy egyáltalán a banknak, vagy a pénzügyintézeteknek a működtetése. Ezt egyébként a szakma nevében is mondom. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy ilyen habzsi-dőzsi sztori. Oké? Okay? Keményen monitoroznak, számon kérnek, megnéznek, többes ügynököt ellenőriznek, ugye, mert mi többes ügynökök alá vagyunk be regisztrálva. Tehát az a lényeg, hogy ezt nagyon keményen figyelik ezt a szakmát. Ez az egy. De, tehát érdemes lett volna engem megkérdezni, hogy én vajon mit csinálok? Meg hogy csinálom? Meg ezek a feltételezések valóban megállnak velem kapcsolatban, vagy adott esetben nem. Tehát annyit azért megérdemeltem volna, de nyilván akkor kevesebb kattintás jönne, meg hát mindannyian tudjuk, hogy vérszagra gyűlik az éji vad, és én is tudom azt, hogyha üzleti tevékenységet végzek, akkor természetes az, hogy ezzel karmát gyártok, tehát lesznek olyan emberek, akikben ez ellenérzés szül. Főleg ellenérzés szül az, hogy hát engem még nem nagyon hallottatok sírni semmilyen nyilvános platformon, mikor bíróságra kellett járnom, akkor megvontam a vállam, az bíróságra jártam. Ha ráncigáltak a himnusz miatt, megvontam a vállam, azt jártam a himnusz miatt. Hogyha nem ment a lemezem, megvontam a vállam, azt megvártam, amíg ment. Ha nem volt koncertem, megvontam a vállam, azt tettem, amit kellett. Ha ellehetetlenítenek, vagy ellehetetlenítettek, megvontam a vállam, és elkezdtem tenni a dolgomat más irányba. Tehát ez így lesz a jövőben is. Én nem fogok ez miatt sírni, meg szomorkodni, hogy az újságírók figyelme, főleg a méltán híres és független sajtójé, mint a napi.hu és a HVG rám terelődött.
Tehát nincs ezzel semmi probléma, értem én ezt, ez ezzel jár. Tehát az élet a súrlódással jár, nem gond. A rossz indulat az valamilyen módon lovaggá ütés vagy kitüntetés, azt illetően, hogy valamit esetleg ügyesebben csinálok, mint mások. Tudom, hogy szimpatikusabb lenne, ha egy zenegép mellett ülnék egy kocsmába részegen, és iratnám a múltamat, és mindig bedobatnám a megbaszlakot meg a lopnit, és vagy a Gyurcsányékat cidáznám torokra, vagy az Orbán kormány dicsőíteném minden magyarságon mellett, minden feltétel nélkül, és akkor az adott tömeg mellém állná, és simogatná a hátamat, de én nem ilyen típusú ember vagyok. Én magamat egy korrekt, szorgalmas embernek tartom, ezért tudtam elvégezni az iskolát, ezért tudtam feléledni újra és újra a hamvaimból, és ezért tudok esetleg A-ból B-be eljutni. Ez van. Tehát, de minden megértek, hogy ez miért van, és valószínűleg ezért lehet egy függetlenebb véleményem is, és talán ezért nem is vagyok elvakult ember, és nem élek annyi szűrővel, mint aki nálam sokkal több nyomort hordoz magában. Mint például ez az újságíró, vagy éppen az, aki most hörög ezen a hitelügyintézéses sztorin. De övék egyébként az együttérzésem, tényleg mindegyikőjüké. De visszatérve, tehát amit tisztázunk le, tehát a hitelt senki nem kényszeríti rá senkire, tehát olyan emberek vesznek föl hitelt ma Magyarországon, akik szeretnének hitelt fölvenni, szeretnének hitelhez jutni, és valamilyen célból szükségük van pénzre. A 2008-as világgazdasági válságnak a tanulsága egyébként, mondok egy még jobbat, képzeljétek el, ilyen is van, hogy a bankoknak nem célja, hogy elvegyék a házaitokat, az autóitokat, a ingóságaitokat, egyáltalán nincs ilyen jellegű céljuk. A céljuk az, hogy azt a törlesztő részletet időben és a szerződés szerint visszafizessétek, amikorra vissza kell fizetni. Ugyanis a bank, főleg jelen gazdasági helyzetben, mikor ingatlan áresés lesz, az autók lófasz nem érnek, kitörölheti a picsáját az ingatlanotokkal, illetve az autótokkal, meg a ingóságaitokkal, ugyanis negyed, meg fele áron tudja eladni ezeket a dolgokat, és ezeket még értékesíteni is kell. És bár lehet, hogy az elitben bizonyos figuráknak vannak jó kapcsolataik a bankokhoz, meg a végrehajtó intézetekhez, de nem vesznek meg minden ingatlant, és az elvett ingatlanoknak egyébként a többsége nem olyan ingatlan, amire ezek a gazdag figurák olyan szívesen ráteszik a kezüket. Higgyétek el, megszerzik ők ezeket más úton és módon is, hogyha szeretnék és akarják. Tehát az a lényeg, hogy ilyen szándék nincs. Kettő, még valamit el szeretnénk mondani, és ezt 2008-ról is mondom. És itt megint a pénzügyi és számviteli felügyeletet tudom méltatni, mert az az igazság, hogy teljesen más most már a hozzáállásuk, és a dologgal kapcsolatos viselkedésük, mint volt régebben. Tehát amikor te pénzt veszel föl a bankba, akkor tulajdonképpen ugye egy terméket veszel. Nagyjából ugyanúgy, mint amikor elmész a piacra, veszel egy liter tejet, azt a piaci árus vagy a multi haszonkulccsal fogja neked adni. Meglepő lesz, de az élelmiszereket például a multik hatalmas haszonkulccsal adják. Na most az ő hasznukat, mikor te megveszed az élelmiszert, előre fizeted ki. Na most a bank az egyik olyan cég, illetve a hitelintézet az egyik olyan cég, ami bár egyfolytában ostorozva, felügyelve és szigorúan szemmel tartva van az állam által, és ennek van is alapja, hiszen nem szabad hagyni, hogy elbúrjánozzon a dolog, de ennek ellenére a bank vállalja a világ legnagyobb rizikóját az ő termékének az értékesítése kapcsán. Tehát azt gondolom, senki nem várja el, hogy úgy kapjon pénzt, hogy azt neki haszon nélkül adják. Illetve elhiszem, hogy elvárnátok, de jelen konstellációban, ahogy felépül a világ, ez nem lehetséges. Tehát magyarán a bank
ugye eladja neked a termékét, a pénzt, amit te igazából bizományiba kapsz, és 1 millió dolgon múlik, hogy visszafizeted-e vagy nem. Most az, hogy egy bank a maga termékét milyen haszonkulcssal, milyen körülmények között, és milyen módon adhatja el neked, az nem tőle függ, hanem az adott felügyeleti szervektől, magyarán az aktuális országnak a pénzügyi és számviteli felügyeletétől, nemzeti bankjától, fogyasztóvédelmétől és a többitől. Tehát, hogyha az emberek anno a devizahitel folytán devizahitel károsultakká tudtak válni, az Isten igazából elsősorban nem a bankoknak volt a hibája, hiszen a bank egy profitorientált szervezet, azt nem várhatja tőle senki, hogy nem akarja maximalizálni a profitját. Hanem az mindig az aktuális pénzügyi vezetésnek a sara, hogy az emberek hogy adósodhatnak el egy országba. Tehát ez a lényege, és minden ilyen üzleti tevékenység így működik. Ez így van a kajavásárlástól kezdve, az autó eladáson át, a pénzért való leckeíráson keresztül, a gyémántgyűrűért feleségemenésen keresztül, mindenen át a banki hitelig is. És itt bizony a bank vállalja a legnagyobb rizikót, mert ő nem kapja meg a hasznát. És aki fölvette a hitelét, az elvesztheti a munkáját, lebetegedhet, ugye csődbe mehet, meghalhat, bármi történhet. Na erre szolgál egyébként a hitelbiztosítási termék, ami azért jó, mert hogyha bármilyen helyzet előáll, akkor tovább fizeti a biztosító a hiteledet. Na most én nem mondom egyébként, hogy ez a világműködés, vagy ez a fajta rendszer, ez nem igazságtalan, vagy hogy ez lenne a legszebb lehetséges módszer, meg rendszer arra, hogy a világot működtessük, de azt gondolom, hogy borzalmas képmutatás lenne azt mondani, hogy ebben a rendszerben, ebben a világban ez a fajta működés igazságtalan lenne. És bizony itt fölhozom a személyes felelősségének a szerepét, mert a személyes felelősséggel senki nem szeret foglalkozni, majd erről lesz egy külön vlogom egyébként Dharma témában, tehát legyenek már annyira felnőttek az emberek, hogy tudják, hogy mire akarnak fölvenni hitelt, tudják, hogy annak van-e értelme, annak a célnak, vagy nincs. Tehát azt nem várhatja el senki, hogy oda megy valahova hitelt kérni, és elmondják neki, hogy hát ne vedd föl, mert ezért meg azért, de különben elmondom neked, hogy már a közeli a helyzet, hogy szinte annyira óvják az ügyfeleket, hogy mindent megnéznek, mindent kikérdeznek, mindenbe belekötnek, tehát a leginkább, tehát rettegnek attól, mind a pénzügyi tanácsadók, mind a hitelügyintézők egy személyben, mind a bankok, hogy olyan jellegű eladósodás következzen be, aminek a kapcsán felébred a népharag. Tehát ezt el szerettem volna mondani a hitelek kapcsán még. Amit még el akarok mondani nektek, tehát még egyszer, nem vagyok uzsorás, nincs bizonyítványom, amit magyaráznom kéne, és ha ilyesmivel foglalkoznék, akkor higgyétek el, már rég nem erről írnának a lapok. Kaptam ellenőrzéseket, nyilván engem is felügyeltek, megnéztek, tehát ezek tudott tények, és lehet, hogy ezek után megint fognak, lehet, hogy nem, bekérik majd az ügyeimet, megnézik őket, és kész. Tehát nem tévesztünk meg senkit, fölhívott minket is telefonon ez az újságíró, nagyon korrekt tájékoztatást tartott, kapott, ezzel kapcsolatban ugye megint leírta, hogy de, nagyon korrektül tájékoztattak, de gyanakodni kell a dopmennel kapcsolatban, gyanakodni kell. Tehát persze, a gyanakvás is mindenkinek szíve joga, és gyanakodjon, ha akar, de nincs mire. Mert itt semmi nincs, és mi még nem is vagyunk egy nagy vállalkozás,
tehát nem úgy űzzük ezt, ahogy lehetne, ez egy családias, pont annyit vállalunk, amennyi elég, amennyit elbírunk, amennyit meg tudunk tisztesen és korrektül csinálni. Mi ennyit vállalunk, és ennyit csinálunk, és slusszpassz. Nem törünk nagyra, nem akarunk mi lenni a legnagyobb hitelintézet, hitelügyintéző, stb. Nem. Mi annyit csinálunk, amit szeretnénk, és korrektül, szépen, és egészségesen, és becsületesen próbáljuk meg végezni a dolgunkat, és kész. És ebbe vagyunk az ügyfeleknek a szolgálatára. Tehát erről írt, de mi ránk gyanakodni kell. Nem vagyunk piramis játékcég, semmi erről nincs szó. És ennek mindnek szépen után lehet járni, illetve hát utána is járnak nap, mint nap. Szóval ez így működik ez a dolog. Nagyjából ennyit tudtam ezzel kapcsolatban elmondani. És akkor még arról pár szót, hogy vajon miért történik mindez? Na, egy dolognak nagyon örülök, tehát végre az ellenzéki emberek számára is kiderült, hogy az Index az továbbra is a független sajtónak a része, hiszen ezt a céget egyből szemlézte, és szinte lehozta, egy ilyen zanzásítva, szintén hitelrontó módon, a független HVG. Na most ezek ellenzéki újság a HVG, tehát én nagyon örülök, hogy ezt az egész dolgot az ellenzéki sajtó lehozza, és végre kiderült, hogy a napi.hu, ami az Index része, továbbra is függetlenül végzi a munkáját. Tehát, hogy mi lehet az oka ennek az egész történésnek, azt is el tudom mondani. Kömem arra vicces az egész. Tehát igazából minden azért történik, mert ezek szerint mégiscsak számít a szavam és a véleményem. És amikor én kiálltam az Orbán kormánynak a úgynevezett túlkapásaival, hatalom centralizálásával, illetve erőszakos nyomulásával szemben, akkor 2011-12-13-ban. Persze ne felejtsük el, hogy az egész a bazmeggel indult, ami az egész elit számára egy kritika gyakorlás volt, de nyilván leginkább ezt a Orbán rezsim vette magára. Tehát az a lényeg, hogy én az egész elitet kritizáltam. És azon belül leginkább, mint egy rapper, mert a rapperek ilyet szoktak csinálni, azok nem NKA támogatásra várnak, meg zenementő csomagra, meg pótfesztivál bulira, tehát a rapperek, Tupakok, meg NWA-k, és azok vállalják, hogy fuck you, hatalom. És ugye, amikor egy rendszert kritizálsz, akkor leginkább a rendszer vezetőit kritizálod. Na most ebben megvolt az én magam kimozdultsága, szűrője, akkori látásmódja, és ebben volt egy szélsőséges cselekedetem, ami sokaknak fájt, sokaknak tetszett. Természetesen azért ezt ne felejtsük el, hogy ez a nagy ellenzék, amelyik most olyan hangosan ekkézi az Orbánt, úgy hagyott engem cserbe, ott a szarba, ahogy kell. Tehát kiátráltak mögülem, mint az állat. Maradjunk annyiba. De én egyedül ezt megcsináltam, végigjártam, hála a TASZ-nak, meg a Millen Csabinak, aki az ügyvédem volt, és végig csináltuk, és megnyertük a pert. Na most, nyilvánvalóan az én világlátásomban valamiféle evolúció bekövetkezett, és megtanultam nem elvakultságból látni a dolgokat. Na most, mivel nem elvakultságból nézem a dolgokat, és nem vagyok egy szócső, és nem vagyok egy hangosan kiabáló tömegnek a része, tehát most nem állok a tömegbe, és mondom, hogy Barabás, Barabás, nem fogom ezt csinálni, hanem próbálok hátrébb lépni, és egy, ha nem is objektívebb, de egy több szemszögből meglátó világnézetet bemutatni, mind kormányról, mind ellenzékről, mind hétköznapokról. Ugye az utóbbi időben elkezdtem egy mértéktartóbb világlátást sugározni,
ami ráenged látni a pályára, és megmutatja a politikai pályán, a foci pályán zajló játéknak a fonákját, és tulajdonképpen rámutat arra, hogy hogy is működik itt a világ. És bizony ráébredtem arra is, hogy az ország miniszterelnökének megvan a maga zsenie. És ha szimpatizálok vele bizonyos dolgokban, hanem, ezt el kell ismernem. És az eredményeit attól függetlenül, hogy én hozzám az a hatalom hogy áll, az országot illetően el kell ismernem. A hibáit ugyanúgy meg kell látnom, azt gondolom, hogy ezekre is rá szoktam világítani egyébként, és azokat is merem karikírozni és gúnyolni vidáman. És nyilván az ellenzékének is a minden arculatát meg kell mutatni, az nem az én hibám, hogy a rajongó táborán kívül nem nagyon tud olyan erényeket csillogtatni, amiket dicsérni lehetne. Tehát sajnálom, az én hátra lépett szemszögemmel az ő tevékenységük most nem dicsérhető. És abból, amit én mondok, lehetne egyébként építkezni is, lehetne más irányba mozdulni. Az Orbánék egy csomó mindennel kiválóan élnek. Amit én itt a videókban elmondok, nem kapok érte pénzt, sajnos. De az ellenzék támogathatna és tanulhatna abból, amit mondok, és ha lehet, hogyha arra felé mozdulna, vagy ő is figyelne rám egy kicsit gyűlölködés helyett, meg harag helyett, amit az irányomba táplál, hogy kritizálni merészelem, lehet, hogy egy kicsit más eredménnyel tudna muzsikálni. De ez a világlátás, az biztos, hogy az vezetett oda, hogy azok az emberek, akik annó így kamu ölelgetni próbáltak engem, sosem engedtem. Tehát a 8. kerületi választásban, megmondom őszintén, csak akkor lettem volna hajlandó DK támogatást fogadni el, hogyha beállt volna mögém a Fidesz. Tehát azt mondta, az az egy eset. Ha Fidesz-hez szembe kell mennem, akkor a DK-ban nem voltam hajlandó. Hát a Gyurcsány ott akart gitározni a választási záróbulimon. Mondtam, normálisok vagytok? Hogy lehetne az, hogy én, aki 2008-ban azt reppeltem, hogy nekem mindegy, hogy Orbán vagy Gyurcsány, mind a kettőre rimmel a sátán, a nép marad dárvány, legyen az magyar, zsidó vagy cigány. A bután bólogat, az jó, de a gondolat az olyan, mint a bomba az ország ház alatt. Mossák az agyakat, válaszokat nem kapsz, csak az üres szavakat. Tehát aki ilyet reppel, az hogy állhatna már össze ezzel? Tehát vagy a Fidesz-e is, meg vele is, vagy egyikkel sem. Na most hozzáteszem, ez a nagy ellenzék már ott is megmutatta magát rendesen, mert sokan szeretnek ott a kudarcomról beszélni, amit az akkori független sajtó sem mutatott be eléggé objektíven, bár objektíven semmit nem lett, tehát minden szubjektum, de ugye ott is az történt, hogyha a fideszes hölgyel szembe indulok egyedül, akkor szűken, de megvertem volna. Így, hogy rám indították a Karácsonyék, meg az LMP, meg az Együtt azt a papnőt, hát elbuktam a választást. Egyébként köszönöm szépen, mert lehet, hogyha akkor nyerek, már most én vagyok az országgyűlés, illetve a 8. kerületnek a polgármestere, és akkor most nem ilyen cikkeket ír rólam a napi.hu, hanem egész másokat, mert én nem lettem volna a pikó, nálam nem került volna lobogó ki az orromra, és amit ígértem volna, azt megpróbáltam volna betartani. Például ugye a bérlakásoknak a terén, de hát nem érdekes, ezekkel nem kell foglalkozni. Mindegy, tehát értem én, hogy mi van, nem tetszik a véleményem, látják, hogy nagyon sokan figyelnek rám, és legalábbis, de megnézik a gondolataimat, illetve követik, foglalkoznak vele, és valamilyen véleményt, vagy koncepciót kialakítanak belőle, legyen az szimpatizáns, legyen az éppen antiszimpatizáns, de mindenféleképpen, amit mondok, az eljut az emberekhez, és ez átjön, és ez nem tetszik ezeknek. Ez nem tetszik ezeknek, és ezért most bevetették most a független sajtót. Most jön az.
Na elmondom, gyerekek, tehát még egyszer mondom, a napi.hu kicsit lekésett, mert már 2017-ben egyszer lejátszott ezt velem a pesti srácok, az Origo, meg a 888. Ugyanezen végigmentünk, ugyanezen. Voltam uzsorás, gengsztervezér, anyám kínja, megnézték a cégemet, akkor is kiváló adózó voltam, tehát ugyanúgy végigfuttatták, és most ez az ellenzéki sajtó teljes mértékben aláírva a véleményemet, végigfuttatja ugyanezt a szánalmas szarmozit. Holott meg kéne érteni, hát ha valamit már csinálok, működtetek egy kicsi céget, küszködöm ugyanazzal a krízissel, főleg a pénzpiacon, aminek a vírus a lehető legrosszabbat tette. Tehát az a lényeg, küszködök, próbálok életben maradni. Van egy fogyatékkal élő húgom, aki olyan fogyatékos, hogy kegyetlen, de többet ér, mint ezeknek az újságírójoknak, meg politikusoknak a garmadája, mert akkor a bódiszat vagy itt van. 18 agyműtéte, az apámat leverte a stroke a lábáról. Rákos volt. Tudom én, hogy a sikeremet irigylik, meg hogy az önbizalom sugárzik belőlem, de ha valak megölték a nagyszüleimet, tehát olyan keményen dobja nekünk a karma, ki tudja miért, persze, biztos nem siratni akarom magunkat, mindenki a maga karmáját jár, és nem véletlenül tapasztalja a tanítást. Sőt, aki halad az úton, azt egyre több nehézség éri. Tehát ez azért jön nekem, imádom, mert helyes irányba haladok. Azért van. De egy ilyen körülmények között próbál egy család életbe maradni. Megmaradni. Támogatok, én adakozom. És ezt is azért mondom, gondoskodás gyermekénkért alapítvány. Rendezek koncertet, odaadom a gázsit, értitek? Tehát tényleg még erre is igyekszem időt tehát fordítani, meg próbálok életben maradni, kicsi céget működtetek, ahol mosoly legyen, legyünk egyben, csináljuk magunkat, magamnak nyomom a rock'n'roll. Persze van egy brandem. Van egy brandem, hát én vagyok a dope man. Mivel adjam el a termékemet, hanem a vagánysággal? Tehát mással nem lehet, de én elmondtam már mindig, nincsen másom, mint a tököm, meg a szavam, és ezt a kettőt sem a Tony Montana, sem én nem adjuk oda semmiért. Mert ez van nekem, semmi más. És ezt a halál veszi el tőlem. Az majd elveszi, de addig más nem veszi el. És földbe taposhatnak, sóskútba tehetnek, onnan is kivesznek, az se érdekel. 46 éves vagyok, és 1 óra 15 percet futok egybe, és 15 metert kesztyűzök a Bacskai Balázsa. Nem akar agyonbaszni, de akkor is végigcsinálom vele. Mit akartok ti tőlem? De ez a lényeg, hogy ezek között a körülmények között is mindig csináltam, és kiálltam, és nem hátráltam, a ring közepén voltam. Berángattak, tehát végigjátszották meg, és most megmutatja ez az ellenzéki sajtó, hogy ugyanazt próbálják velem lejátszani ezt a karaktergyilkoló szart, ami olyan gyenge, és lehet, hogy egy-két kisebbségi komplexusos, meg bánatig, gerincvelőig depressziós embert boldoggá tesz egy napra, két napra, de nekem ezzel nem basztok egy öltése. Megmondom a frankot. Ez az igazság. És tudod mit? Ha el akarna nyomni az Orbán, és egyébként engem személyesen citálni akarnának, akkor is az lenne a jelenlegi politikai helyzetről a véleményem, amit mondok mindig, mert nem megrendelik Feri, Geri, meg a többi civilek, nem megrendelik, hanem én járok az utcán, meg nem a kis értelmiségi kávéházomban, meg a kis körömben mozgok, hanem emberekkel találkozok, mert például hitelügyintéző irodát működtetek, és az a frankó, hogy találkozom a valódi embereknek a valódi problémájával, és hallom a valódi sorsokat, és a valódi életeket, és látom a valódi fizetéseket. És hiába nem tetszik nektek, hogy nő az Orbán alatt a reálbél, és jobban élnek az emberek, akkor is így van. Így van. És ezért nyer. És amíg így van,
Tök mindegy, hogy velem mi történik, akkor is nyerni fog. Értitek? Csináltuk, amit akartok. Nem ezzel fog megdőlni. Én szívesen mondanám, hogy ti vagytok a legjobb ellenzék, hogy mióta az önkormányzatokban hatalomra jutottak, földerítettétek a korrupciós ügyeket, és nem a sikkasztással megvádolt embereteket rakjátok be a pénzügyi folyamatoknak a felügyeletébe, hanem megrendelitek, hogy ellenem nyomozzanak. A kis lófasz, Pityaner, a lehető, tehát amennyire, tehát az ember figyelj, hogy már ezt normálisan csinálja. Hát gondoljátok, kibaszok magammal. Én nem kapok 10 milliót egy koncertért, senkitől se. Hát föllépni se engednek, bazd meg. Úgy kell bekönyörögnöm magam egy helyre, ahol azt mondom, hogy kiveszem a helyet, és én lépek föl, és a bevételből jótékonykodok. Nincs mögöttem Altus ZRT, meg nincs mögöttem Mészáros Lőrinc, meg nincs ilyen cég mögöttem, meg olyan cég. És ugyanazt eljátszátok, és ti vagytok az ellenzék. Ez a napi.hu, meg HVG, meg az, akik ezek mögött vannak. Ti vagytok az ellenzék. Ez. Hát mivel vagytok ti jobbak? Mivel? Ugyanezt a karaktergyilkolászásos mozit végignéztem, végigcsináltam, tudjátok hányszor? Magam szolgáltattam hozzá alapot, egy csomószor. És egyébként, ha valamit, tehát én megértem, ha valóban valami zsiványsággal foglalkoznék, az se lepné meg az embereket. Frankó, mondom, persze, tudom, hát éreppeltem, Mr. Dope Man, itt van már megint. Persze, értem. De gondoljátok, hogy reklámoznám. Meg tenném mindenki szeme láttára. Elképzelhetetlen? Ja, persze, nem elképzelhetetlen, mert nyalták is a picsámat ezekbe az újságokba. Vadul. Tehát nincs ezzel semmi gond. Benyaltak a szarig, a meleg szarig. Addig nyaltak, érted? Csak most nem tetszik a véleményem, és sokan figyelnek rá. Aztán hát, ha megrettenek, mert ők majd megölik a karakteremet, hát az mi lesz? Lerajzoltok? Vagy mi történik? És nem azért, mert nem haragszom, mert teljesen mértékben, és veletek az együttérzésem, megértem, hogy ki vagytok idegileg, meg kiröhögtem, hogy az Index fölállt a stáb, és akkor eljátszották ezt a műbalhét a műtüntetésükkel, meg ugye én látom, hogy a Karácsony miket ígért, azt mit nem teljesített, meg látom, hogy már megint a Gyurcsány irányítja az ellenzéki összefogást, meg látom, hogy nektek jön a közpénz. Hát nem én kapok közpénz, gyerekek, nem én veszek fel országgyűlési képviselői fizetést, nem én kapok pártámogatást. Én nem kapok ilyeneket, nekem dolgozni kell. Na most hogy teszi az ember a munkáját? Hát igyekszik használni az adottságait meg az előnyeit. 46 éves vagyok. Tudom, hogy sokaknak az lenne a hiteles, hogy kiállnék drogot árulni a sarukra, de nekem ilyet nem lehet csinálni, nekem gyerekem van. Nekem fejlődni kell, melyek az iskolába, lediplomáztam. Diplomás tanító vagyok, darma tanító. Papírom van róla, hogyha ez valamit számít, de nem számít lófas se, hanem egyenes gerincű ember vagyok, aki a véleményét azért mondja, mert úgy látja. Én nem kaptam megbízást a Fidesztől, se a NER-től. Azt látom, hogy ügyesebben csinálját, mint ti. És ugyanúgy azt lehet mondani, hogy a pálya nem igazságos játékot mutat be. Tehát igen, nem jó ez a fogyasztói társadalom, nem jó a pénz, az ördög, az arany, megölnek a vágyak, stb., de így élünk ebbe az univerzumba, így működünk, és valahogy így kell működni. És kész, és akkor az ember próbálja csinálni, ahogy lehet, és ahogy megengedik. És még az se igazságos, hogy lehet, meg ahogy megengedik, ma a megengedésbe, meg a lehetbe is meg lehetne találni a képmutatást. Mert minden képmutatás, az egész társadalmunkat, a vadállati ösztöneinket a képmutatásunk tartja bilincsbe.
annak vagyunk a fogjai, ezeknek az elveknek, meg ideáknak. Nem azért, mert annyira szeretjük egymást. Nem azért. Hanem azért, mert be vagytok szarva. A törvénytől, meg elvisz a rendőr, meg rákoppintanak a nyakunkra. Erről van szó. Kész. Ez képmutató mindenki. Hát rossz indulat működtet mindenkit. Én szarok mindenre. Nem érdekel. Tehát én nem bánom, hogy a Gyurcsány meg akar élni, meg politizálni akar. Tudod, arról is lehet véleményt írni, amit én csinálok, mindig persze nem árt, ha meg is kérdeznek. Például. Az se árt, szívesen elmondom. Nincs ezzel gond. Nincs titkolnivalom, nincs bizonyítványom, nincs mit magyaráznom rajta. Ráadásul ugye ugyanolyan jogosítványokat kellett szereznem, meg ugyanúgy szűrnek, meg minden nézek, mint egy országgyűlési képviselőt. Tehát ugyanúgy ezeket figyeljük, nézik. Hát, hogyha most összevetjük, hú. Tehát, ha meg annyira ki akartok valamit deríteni, és ti vagytok a nagy újság, meg a független újságírás, miért nem a korrupciós ügyek után mentek, amit a Karácsony megígért, hogy földerít, meg előhoz? Miért nem azért? Hát az az igazi oknyomat, az, hogy egy hülye rappernek a, mit tudom én, mikroméretű üzletét akarjátok csesztetni, és mindenféle ilyen negatív köntösbe felöltöztetni? Fölösleges. És ezért nem fogom azt mondani ilyettembe, hogy jaj, de tetszik a szivárvány zászló. Gyerekek, tudjátok, mit mondok nektek? És ezt nem a nézőknek mondom, hanem ennek az újságírónak, meg a spanyainak. Tehát fogjátok magatokat, tekerjétek be magatokat a szivárványzászlóba, és üljetek bele a zászlórútba, és egyébként meg köszönöm, hogy segítettetek eljutni azokhoz, akiknek szüksége van rá, hogy van a bárlistások számára megoldás ingatlan fedezettel, vagy autófedezettel jelzálók hitel formájába, aminek igen szigorú szabályai vannak. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, ennél többet erről nem nagyon tudok mondani. Ügyvédekkel természetesen konzultálok, mert érzelmileg nem érint, de nyilvánvalóan ez egy támadás az életem ellen, és nem szép, úgyhogy ez ügyben majd meglátom, hogy milyen lépéseket teszek. Köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy kielégítő volt, amit elmondtam, és nem maradt leplezetlen semmi. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!